pozíció és mandátumharc folyik a jobbikon belül, ezt állítja több egykori jobbikos politikus is. Apát István, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője szerint a helyzet abszurd és torz, a jobbik képviselői egymás ellen fordultak és mindenkit a saját érdeke vezérel. A Metropol pénteken hozta nyilvánosságra, hogy Jakab Péter pártelnök ellen pucsot akarnak végrehajtani. Titanilla folytatja vendégével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz Ferenc, és üdvözlöm a kedves nézőket is. Mai első vendégünk, Apáti Isten, a mi hazánk mozgalom a Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Pénteken valóban megjelent a sajtóban ez az információ, hogy pucsot akartak végrehajtani a jobbik elnök ellen. Mi a véleménye a jobbikon belül zajló folyamatokról? Mi állhat-e mögött a pucs kísérlet mögött? Megítélésem szerint egy hosszú haláltusa kezdődött el a Jobbiknál, annál a pártnál, amelyik a következő országgyűlési választásokon önálló már el sem fog tudni indulni, és véleményem szerint azok lesznek, vagy maradnak képviselők 2026 után, akik nyíltan betagozódnak a Gyurcsány Ferenc által vezetett DK-ba. Egyfajta túlélési verseny zajlik, és rengeteg a sértett ember, rengeteg az éhes száj, ezért fordulhatott elő az életszerűnek és logikusnak tűnő történet, amely ugye megjelent a sajtóban a pénteki napon. Nem cáfolták egyébként az érintettek sem, pedig ők aztán nagyon gyorsan tudnak perrel fenyegetőzni és tagadásba átmenni, hogyha valami nem igaz. Nagyon valószínű, hogy a sajtóban megjelent hírek, vagy legalábbis azok többsége megfelel a valóságnak és hát Jakab Péter egy több, több okból is meggyengült pártelnök, bár jelzem, hogy azok, akik most vélhetően ellene fordultak, legfeljebb arra lesznek képesek, hogy saját maguknak logó és mandátum parazitaként mandátumot szerezzenek de egyik is alkalmas arra, hogy vezessen egy pártot. Lehet, hogy egy picit javul a közérzet, vagy a közhangulat a jobbikon belül, de gyakorlatilag ez a közösség mára már felélte erőtartalékainak a nagy részét, és egy következő választásra képtelen lenne felállni, és nem tudnának elindulni. Jakab Péter ugyanakkor elég magas százalékkal választották újra a jobbik élére. Akkor kik e mögött a pucs mögött, vagy miért nem az elnök választáson bukott ez ki? Azért, mert azok, akik most feleszembe szembe fordultak, jó vadászmódjára kivárták a tisztújítást, hiszen hogyha a tisztújítás előtt mennek szembe Jakabbal, akkor a nagy nagyszámú kamó alapszervezet szavazatait nem zsebelhették volna be, és szeretném jelezni, hogy Jakab Péter 72% körül e, került újra választásra, míg Potocskányi 88%-ot kapott. Ez nem azt jelenti, hogy Potocskányi körös Janita alkalmas a jobbik vezetésére, ez elég lehet arra, hogy ő például mandátumot szerezzen magának, hiszen a Jobbik frakcióban legalább kettő alvó mandátum van, feltéve, hogy ezen mandátumok jelenlegi birtokosai lemondanak, vagy esetleg már korábban lemondtak erről a mandátumról, és a Jakab Péter támadó alelnökök, miután a tisztújításon megkapták a megfelelő számú szavazatot, most sokkal egyszerűbb helyzetben vannak, hiszen nem 100-200 alapszervezet többségét kell meggyőzniük, hanem egy elnökségen belül egyszerű többséget kell kialakítaniuk, és valószínűleg sokaknak elege lett már Molnár Enikő túlhatalmából, meg abból, hogy gyakorlatilag úgy úrátatja Jakab Pétert, ahogy még egy férfemberre nézve elég nevetséges. Hát Jakab Péter most szembesül azzal az igazsággal, amit egyetlen jogi karon sem tanítanak, hogy a nő, mint olyan, egy önálló hatalmi ágá tud válni, és hogyha nem figyel rá, akkor bizony, ez komoly következményekkel ránézve és a pártjára nézve is. Ugye meg is fosztották Molnár kabinet Anik, kabinett főnököt a különleges jogköreitől, ez elvileg múlt héten történt, nem lehet az elnökségi üléseken, sőt Szabó, Szabó Gábor partigazgató egyik jobb kezeit is ugyanígy kitiltották az elnökségi ülésekről. Ezek a döntések egy párt életében azért beszédesek? Beszédesek, de az is beszédes, hogy hogyan, miért, milyen módon kaphatott különleges jogköröket, egy kabinetfőnök, tehát normális esetben ez teljesen elképzelhetetlen, akár egy jobbiknál kisebb politikai párt esetében is. Ez oda vezethető vissza, amit Jakab Péter egy beismerő vallomásban magáról is elmondott, saját magáról, mi szerint beszélni tud, de vezetni nem. És átvette ezt a vezető szerepet egy olyan hölgy, akinek az ambíciói jobban erősebbek, mint a képességei. Elképzelhetőnek tartja, hogy lesz egy sikeres puccs egyszer csak? Tehát, hogy ez nem marad annyiban, hogy ezek az emberek, akik itt most mozgolódnak, azok ezt folytatni fogják, ezt az akna munkát, a Péter ellen? Ezt most még nehéz megmondani, hiszen, hogyha a pucsistáknak egy minimális önkritikája még megmaradt, akkor valószínűleg adáig mennek el, hogy mandátumokat szereznek, vagy mandátumok nélkül megfelelő jövedelemforrásokhoz jutnak a jobbik még megmaradt erőforrásaira rátelepedve, ha ezzel megelégednek, akkor Jakab Péter túlélheti ezt a harcot. Azonban, hogyha Jakab Péter teljesen ki akarják radírozni, akkor megbuktathatják, és lehet, hogy egy rendkívüli tisztújításra kerül sor, illetőleg ha a frakcióvezetői tisztségétől is megfosztják, akkor könnyen lehet, hogy Jakab Péter kívül majd a független képviselők közé, vagy beül hatházi Ákos mellé. Bár akkor felteném neki azt a kérdést, amit ő feltett nekünk három és fél évvel ezelőtt, hogy ugyan miért nem adja vissza a mandátumát ráadásul hogy még arra sem hivatkozhat, amire mi, a mi hazánkba távozók joggal hivatkozhatunk, hogy mi nem szektük meg képviselői eskünket, a képviselői esküket, esküket azok szekték meg, akik most a politikai kandibalizus jegyében egymást falják fel politikai értelemben elevenen, hiszen ők paktáltak le azokkal a politikai erőkkel, akikkel szemben a hajdan a jobbik létrejött és megfogalmazta magát, mi, mi hazánkosok maradtunk az eredeti úton, és mi hívek maradtunk, hülyek maradtunk eredeti képviselőjeskünkhöz. Egy másik témánk is van, megfogalmaztak egy gazdasági természetű javaslatot. A közbeszerzési eljárásoknál azt kezdeményezik, hogy vegyék figyelembe, hogyha a cég helyi munkaerőt alkalmaz. Miért, mi ellenek a hátterében, illetve miért tartanák ezt fontosnak, mi lenne ennek ózadéka? Egyrészt ezzel szeretném bizonyítani, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak életszerű, a gyakorlatban is könnyen átültethető javaslatai vannak. Másrészt ezt személy szerint én a Vállalkozás Bizottság elnökeként is fontosnak tartom. Gazdasági világválság kellős közepén vagyunk. Az építőpar visszaesése nagyon jelentős. 1100 milliárd forintnyi állami beruházást függesztettek fel, és ez a javaslat nem kizárólag de döntően az építési beruházásokat érinteni, és egészen pontosan azt jelenteni, hogy az építési beruházások, egyébként lehet, hogy az áru beszerzések és a szolgáltatások, szolgáltatás megrendelések területén is csak olyan kivitelező nyerhessel az adott beruházást, amelyik vállalja, hogy a projekt teljes időtartamára helyében állandó lakóhelyen rendelkező segédmunkások, betanított munkások, szakmunkások közül a lehető legnagyobb létszámot alkalmazza, hiszen az építőipar visszacsuklása visszaesése miatt nagyvárosokban és a fővárosból rengeteg kétkezi munkás áramlik vissza az ország hátrányos helyzetű falvaiba, kisvárosaiba, és ha ezeknek az embereknek nem adunk munkát, akkor annak bizony a közbiztonság is kárát fogja látni. Nem beszélve arról, hogy hasznos értékteremtő munkát végeznének, nem közmunkán tengődnének, lényegesen magasabb jövedelemre tennének szert, és a vállalkozók is munkaerőhöz juthatnának, hiszen a magyar mezőgazdaságot, építőipart és egyáltalán a magyar gazdaság egészét sújtó egyik legnagyobb probléma a mennyiségi és a minőségi munkaerő hiány, és helyi munkerővel kell ezt kipótolni, nem pedig a harmadik, negyedik világból ideérkezett migráns munkavállalókkal. Tehát gyakorlatilag az azt jelenteni, hogyha van egy közbeszerzési eljárás, arra jelentkezik x darab cég, akkor mondjuk plusz pontot jelentene az elbírálásnál, ha valaki ezt vállalja, és később ezt nyilván számon is lehetne kérni rajta. Ez pontosan úgy néznek, hogy az ajánlatkérő már az ajánlati felhívást úgy össze, olyan súlyszámmal szerepelteti benne a helyi munkaerő foglalkoztatását, hogy kimondatlanul, vagy akár kimondva is, nincs ebben semmi bűnös, semmi rossz, sőt kifejezetten hogy egy jótékony javaslat, csak az a cég nyerheti meg, amelyik vállalja, hogy ebben a bírálati szempontban a legerősebb ajánlatot teszi, és aztán, hogyha hibás teljesítési kötbért határoznak meg mondjuk a kivitelezési szerződésben, akkor durva következmények nélkül nem kerülheti meg ezt a feltételt a vállalkozó. Ez minden elemében egy olyan javaslat, amelyel a kecskés jó lakna, és a káposzta is megmaradna, ráadásul még a korrupciót is jelentősen sikerülne csökkenteni, hiszen az idézőjelbe téve szokásos mértékű ajándékot vagy kenőpénzt szinte teljesen kiiktatnánk, mert ezt a forrást munkabérre és a munkabér közterhelyére kellene fordítani. Abádi Istvánnak köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.